Hosszú tömött sorban állnak az autók a Hegyeshalmi nagyhatáron. A koronavírus miatt a magyar rendőrök minden autóst ellenőriznek, mielőtt beengedik őket Magyarország területére. Itt a Hegyeshalmi határátkelőnél az Ausztria felől Magyarországra érkezőket ellenőrzik a rendőrök. Minden autót megállítanak és megkérdezik, hogy honnan érkeztek, melyik országból érkeznek Magyarországra. Ugyanis aki Dél-Koreából, Iránból, Olaszországból vagy Kínából érkezik, és nem magyar állampolgár, őneki a belépését az országba megtagadják. Aki magyar állampolgár és a veszélyeztetett területekről érkezik, ők ugyan beléphetnek az országba, de egy 14 napos karantént rendelnek el a számukra. Itt Hegyeshalomnál jelenleg két soron folyik a személyautóforgalom, és egy külön soron a kamionforgalom. Péntekre virradóan minden kisebb határátkelőt lezártak, így az M1-es autópálya melletti egyes főúton lévő Hegyeshalmi kishatáron is betontömbökkel zárták le az utat. A rendőrök mindenkit visszafordítanak, Ausztriából az országba be, illetve kiutazni jelenleg csak a Hegyeshalmi, a Soproni és a Rába-Fizesi határátkelőknél lehet. Az emberek nyugodtan tűrték a körülbelül egy órás várakozást a határnál. Én Nikkedorsnál jöttem föl, azóta egy órája állok. Egy órája minimum. Hol jöttetek fel a pályára, vagy honnantól indult a torlódás? Hát mi Bruknál jöttünk fel, de a torlódás, igazából volt itt egy baleset, és ott kezdődött a torlódás, már eltakarították, de hát egy mennyi 10 km biztos. Többek szerint jó, hogy minden autóst ellenőriznek a magyar hatóságok. Volt, aki nem értette, hogy Magyarországról kifele az osztrákok miért nem teszik ezt. Hogyha rendesen előriznek, akkor oké, de hogyha, mint most az osztrákok, azok nem csinálnak semmit. Például amikor jöttünk ki, akkor csak leúztuk az ablakot, aztán köszöntünk és kész. És hogyha itt megkérdezik, honnan jössz, hova mész, megmérik a hőmérsékletedet, akkor oké. De ha nem, akkor fölöslegesen állít egy órát. A magyar és osztrák állampolgároknak opció lehet még a Fertődi, a Kópházi, a Kőszegi, a Búcsúi, valamint a Szentpéterfai határátkelő, ugyanis itt a magyar és osztrák nemzetiségű emberek még átkelhetnek a két ország között.